És hogy miről is van szó, pénteken ugye arról beszéltünk, hogy van egy menetrendje a Jomkipuri szolgálatnak a főpap részéről, és ezt a menetrendet most már hosszú hetek óta tanuljuk. Ennek a menetrendnek vannak főállomás helyei, nevezzük ezeket most így az egyszerűség kedvéért. Tehát például az, amikor a főpap bemegy a szentek szentjébe, és ott megcsinálja a különböző vér felhintéseket, ugye először az üszőnek a vérét, utána a bűnbaknak a vérét, utána kijön, Grudin megcsinálja először a, ugye a, a a, függönyre, megcsinálja az üszőnek a vérét, utána a kecskének a vérét, utána összekeveri, és akkor megcsinálja ugyanezt az, oltá, az aranyoltáron, a négy sarokra fölkeni az áldozati vért. Tehát van három fő ilyen állomás helye a a főpapnak, és az a kérdés, hogy ez a rend, ez a sorrend, amit itt meghatároz a tóra, az mennyire elementáris, mennyire fontos, hogy ez ebben a sorrendben történjen, illetve hogyha nem ebben a sorrendben történik, akkor érvényesen még az a szolgálat, vagy esetleg újra kell kezdeni a szolgálatot. Ha pedig újra kell kezdeni a szolgálatot, akkor honnan kell újra kezdeni a szolgálatot? Alapvetően azt mondtuk, hogy az egész sorrend kérdése az elsősorban a, azoknál a szolgálat részeknél fontos, vagy mindenképp elementáris, ahol a főpap a kifejezetten a jomkipuri szolgálatot végzi, tehát a fehér ruhában végzett szolgálatot. Azoknál a azoknál viszont, amit az aranyruhában, tehát amúgy is végezne, hogyha nem jomkipur lenne, hanem hétköznap azoknál ez nem elementáris szükséges. Utána vita volt két bölcs között, az egyikük azt mondta, hogy ö, ez a fehér ruhán belül is csak azok a dolgok igazán fontosak, amik a Szentek Szentjében vannak, és ö, ami viszont ö, ö, a Szentek Szentjén kívül van, az már nem ilyen, nem ilyen lényeges. A másik vélemény azt mondta, hogy a Szentek Szentjén kívüli jonkipúri szolgálatok is ö, ugyanilyen ö, fontosak. Aztán szó volt arról, és vita volt arról, hogy tulajdonképpen, hogyha e, megszakad, már most már nem a sorrend kapcsán, hanem hogyha megszakad a e, szolgálat, mert mit tudom, én, ki, ki, kiömlik sajnos a áldozati vér, mielőtt ezt fel tudná hinteni, vagy hintés közben e, kiömlik, akkor honnan kell újra kezdeni. És akkor ezzel kapcsolatban is vita volt. Az egyik vélemény szerint e, annak a rennek az elejére kell visszamenni, ahol. E, amelyiknek a közepében ezt abba hagyta, a másik vélemény szerint viszont folytathatja onnan, ahol a dolog abba maradt. Ugye mind a két álláspont szerint um, kell egy új, um, új áldozati, um, egy új áldozatot hozni. A kérdés az, hogy annak az új áldozatnak a vérével onnan folytassa, ahol abba maradt a dolog, vagy pedig menjen vissza annak a rendnek az elejére. Mondjuk például, vagyok azt a példát, hogy a főpap éppen a szentek szentjén kívül tart már, és a paroicheszre a, a, szentek szentjét és a csarnokot elválasztó függönyre hinti a vért, fölhinti az üszővérét, utána elkezdi fölhinteni a kecskevérét, és aztán kiömlik a vér, akkor most visszamegy, hogy levágjon egy kecskét, Honnan kell újrakezdenie? Újra kell hinteni az üszővérével, tehát visszamegy ennek a állomásnak az elejére, vagy pedig onnan folytatja, ahol abba hagyta, tehát a kecske vérének a felhintésével folytatja. Nagyjából ezekről a dolgokról beszéltünk az eddigekben, és most akkor nézzük a 61-es lap tetején, ma még folytatni fogjuk ezeket a témákat. Amár ullászi, a sachtaikai, de mát az damai. SEL PÁR um, LEI ASZAVE Vegyünk még egy sorrendbeli kérdést. Ugye alapvetően, hogyha visszaemlékszünk, elég komplikált a Jomkipuri szolgálnak a sorrendje, de ha visszaemlékeztek, akkor ugye azt mondtuk, hogy a sorrend az nagyjából úgy néz ki, hogy először levágja az üszőt a főpap, az üsző vérévet ö, odaadja valakinek kevergetni, utána megcsinálja a füstölőszer ö, felajánlást, utána visszamegy és elveszi a keverge, kevergető kezéből a üszőnek a vérét, bemegy a szentek szentjébe, föl, fölhinti egy plusz hétszer a frilládára, utána kijön, lerakja a vért egy polcra, és utána levágja a kecskét, miután levágta a kecskét akkor megint annak a vérével bemegy a szentek szentjébe és annak a vérével is felhinti a szentek szentjével. Kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha a kecskét azelőtt vágta le, hogy a szentek szentjében felhintette volna az üszővérét, tehát fölcserélte ilyen értelemben a sorrendet. a a sahtai és pár Ha így fölcserélte a sorrendet, akkor az olyan, mintha nem csinált volna semmit, tehát érvénytelen a szolgálat. Nán, Higdim, Dám, Hassair, Le Dám, Hapor, Jáhzavi, Mi Dám, Hassair, Ahar, Dám, Hapor, isa, Isza, Jáhzavi, Ishrat, Mi Baele. Azt mondja a Talmud, hogyan egyeztethető ez össze azzal, amit a misnágban tanultunk. A misnágban ugyanis az áll, hogy ha valaki fölcseréli, és előbb a kecskevérét hinti föl, mint hogy, hogy felhintené a üszővérét, akkor ha ezt így járt el, és így cserélte föl a sorrendet, akkor az üszővérét újra, ö, bocsánat, a kecskevérét újra föl kell hintenie, hogy a sorrend helyessé váljon, és, ö, és a kecskevére az az vérét kövesse. Ha viszont igaz lenne, amit mi mondtunk az előbb, mint pontosan, amit Ula mondott, hogyha előbb vágta le a kecskét, mint hogy fölhintette volna az üszővérét, akkor miért nem azt mondja a misna, hogy újra le kell vágni a kecskét. Tárgyam, Ula, már már Azt mondja a Talmud, igen, itt van egy félreértés. Mi, mármint Ula, az a szentek szentjéről beszélt, amikor azt mondta, hogy a kettő fölcserélődött, és azt mondta, hogy ha valaki uh, előbb vágta le a kecskét, mint hogy az üsszővérét felhintette volna, akkor újra le kell vágni egy kecskét míg a misnánk az a csarnokban való hintésről, egy fázissal későbbi hintésről beszélt, és ezért nincs szót már a levágásról, mert ott már mind a két állatnak a levágása után vagyunk, és csak a vérhintésének a sorrendje cserélődött fel, és azért elég, hogyha a kecske, ami az üssző után kéne, hogy jöjjön, de most az üssző előtt volt, az meg legyen ismételve, az üssző után ismét. Oké, okay. jön a misnának a folytatása, és... Mit mondott a Misna, hogy bármi, hogyha felcserélődött sorrendben, tehát a hintések, ugye komplikált volt a hintéseknek a sorrendje, előbb kellett ezt, utána kellett azt, előbb kellett az üsszőt, utána kellett a kecskét, előbb kellett az üsszőt, utána kellett a kecskét. E, ugye mind a három állomáson a Szentek Szentjében, a Szentek Szentje előtti függönynél és az Aranyoltánál van egy rend, és hogyha ez a rend felcserélődik, akkor a rend elejéről kell újra kezdeni. Ezt mondta a Misna. Tanurában a ja, Hiperes Migdása Kaides, Zelli Fannájvelifni, Olyan Majed, Zehéhal, Miss Beyach, Kemás Maj. magában ebben a fejezetben, ami a jomkipuri szolgálatot írja le, a Mózes harmadik könyvének 16-os fejezet, fejezete, Miután leírja az egész komplikált jonkipuri szolgálatát a főpapnak, a fejezet a következőképpen fejeződik be. 33-as mondatta. Vechiper, és szerezzen engesztelést. Ez migdásakoides, a koides, a szentek szentjének, vesz olyan és a találkozás sátrának, vesz a misz és a oltárnak szerezzen engesztelést, a kohanitákra és az egész közösség népére szerezzen engesztelést. Úgyhogy itt három dolog van felsorolva. Migdás a szentje, a találkozás sátra és az oltár. És ebből következtetnek a brajtában, hogy ez a három állomás, a szentekszentje, a találkozás sátra, ami nem más, mint a csarnok, ugye az az állomás, amikor már kijön a szentek szentjéből, és a csarnokot és a szentek szentjét elválasztó függönyre hint. És a harmadik pedig maga az aranyoltál, ez a három állomás, ez három külön egység, és innen tudjuk, hogy mindegyik egységnek ma, ö, saját ö, rendje van. Más szóval, hogyha valahol elrontja egy adott egységen belül ö, a sorrendet, vagy a, az áldozásnak a menetét, akkor annak a, az állomásnak az elejére kell visszamennie. Ö, tehát akkor még egyszer. Hippéres még hogy ide szerezzen engesztelést a szentek szentjének, SZENTJÉNEK ifni. Ez az örökkévaló előtt, azaz a szentek szentjéről is szól. Olyan majd a találkozás sátra zehéha. A találkozás sátra az a csarnok, ugye, ami a szentek szentje előtt van. Mizbejár, kemas maj. Ugye az oltár, az ahogy, az maga az oltár, ugye itt konkrétan az aranyoltár. Je haper, szerezzen engesztelést, élő az arész, ez pedig a negyedik hely, ami még kiebb van, ez a ö, szenténynek az udvara. Oké, okay, megyünk tovább a mondatban. Szerezzen engesztelést a kohanitáknak és az egész közösség népének. Ha <laughs> koi hanim kömasmon, kanálták az egyértelmű, hogy mit jelent, az egészség közösség népe élő Izrael, ez pedig Izrael népe, je szerezzen engesztelést élő ezek a léviták, husvu kulan leha para ahásu kulamis haprin szajramista leach, bisárha és a végén azt mondja, mindezeknek szerezzen engesztelést miért mondja ezt? Mert az ut, mert a, a, a a két kecske közül az, amelyiket a sziklára küldenek, az engesztelés szerz mindannyiuknak egy cselekvéssel. az a, az a szolgálat, a, amikor azt a kecskét a szikla, a szikla oldalra küldik, az ö, ö, mindenkinek, a kohanitáknak, a lévitáknak és egész Izraelnek egyszerre szerez engesztelést. Ez az első magyarázata ö, rabbi Hudának. Divre rabbi Huda, rabbi Huda így magyarázza ezt a szöveget. Tehát végigmegy, és azt mondja, hogy a szöveg szerint ebben az utolsó, ö, talán utolsó mondatában a fejezetnek végigmegy a Szentek a Szentek előtti részen, ugye a függönynél, az aranyoltár, az udvar, és aztán a legvégén felsorolja a zsidó nép összes tagját, és végül ugye haper engesztelés szerez, ez pedig a kecske, amit a szikla oldalra küldenek, ami egyetlen cselekvéssel szerez engesztelés mindannyiuknak. Ez Rabbi Huda, Divre Rabbi Huda, ez Rabbi Huda véleménye. Rabbi Simonai meg, Sem se dám haszai, nász, bifni, mechápera el Iszrael, a Tumász köydes, mikdás, meg kacsav, kách dám a por, mechápera el a köy, hanem, Tumász, mikdás kacsav, Sem se vidi álszai, mishtalek, mechápera el Iszrael, mishára vélez, kách vidi a pár, mechápera el Rabbi Simon pedig azt mondja, hogy hogy ugye azok a eh, vérhintések, amelyekről szó volt, eh, hogy eh, az üszőnek a vérét felhinti a Szentek Szentjében, aztán a kecskének a vérét felhinti a Szentek Szentjében. Ugye erről tudni kell, hogy ezek a vérhintések, ezek mind Tumász a vagy e, e, kacsa, ezek mind olyan azokra, azokra a védkeknek szere, szereznek engesztelést, amikor valaki tisztátalanul bemegy a Szentébe, vagy tisztátalanná tesz a Szentének áldozatait, ezek, ezekre szereznek engesztelést ezek a vérhintések, és ezen belül is a marhán, az üszőnek a vérhintése, az engesztelés szerez a kohanitákra, a kecskének a vérhintése, az engesztelés szerez az izraelitákra, a sima zsidókra. és a szajra mista leách az a bűnvallomás, amit arra a kecskére mond a, a főpap, amelyet elküldenek a szikla oldalra, az pedig az összes többi vétekre szerez engesztelést, aminek nincs köze a Tumás Migdas vagy Kacsov, aminek nincs köze a, tisztá, a szentély és a szentély kellékeinek a tisztátalanságához, hanem az teljesen független minden más vétek, amit a zsidó nép tagjai elkövetnek, azokra egyszerre szerez engesztelést a, a, a az a Kecske az a bűnbak, amelyet a sziklára küldenek. Oké, hogy csak értsük egy pillanatra, itt álljunk meg, hogy ugye a jomkipuri engesztelés, az szerűen eh, úgy általában a bűnök aloli eh, feloldozásra szerez engesztelést, eh, és ennek megfelelően a főpapnak a szolgálata is eh, a bűnök aloli eh, eh, engesztelést eh, célozza. És ezen belül viszont kiemelt helye van a Tumas Migdasve Kacsav, a szentély tisztátalanná tételének, vagy a szentély kellékeinek tisztátalanná, tételének. Ugye a, az egész Jomkipuri szolgált azzal a e, előfeltevéssel, vagy azzal a előtörténettel indul, hogy e, amikor felavatják a szentét, akkor meghal Áronnak a két fia, Nadav és Avihu, aki illetéktelenül jönnek be a szentébe idegen tűzzel a kezükben. És a Tóra ennek a folytatásaképp mondja, hogy a szentek szentjébe csak nagyon speciális esetben Jomkipurkor szabad bemenni, és akkor is a főpap révén. Ugye az egész Jomkipuri szolgálatnak, tehát van egy külön eleme, ami a Szentébe jöv, való illetéktelen bejövetellel kapcsolatos. És ezért a Tumas vagy Kacsa a Szentének a tisztátalanná tétele, tehát valaki illetéktelenül, tisztátalanul jön be a Szentébe, vagy tisztátalanná teszi a Szentének a kellékeit, ennek egy külön kiemelt helye van a Szenté, a Sznyomkipuri Engesztelő Szolgálatok kö, között. És ezért tulajdonképpen mondja a Simon, hogy ezek a, ha el akarjuk választani, és azt akarjuk megmondani, hogy melyik ö, szolgálat miről szól, akkor, azt, kell, azt, akkor ő azt mondja, hogy ezek a vérhintések, ezek a szentély tisztátalanná tételének, vagy a szentély kellékeinek tisztátalanná tételének bűne alól szereznek engesztelést. A Szeírem Isten a, a bűnbak, pedig amelyet elküldenek a sziklás hegyoldalba, és onnan lelöknek, az pedig általában az összes többi vétek alól szerez engesztelést. Oké? Okay. Uh, most visszatérünk arra a kérdésre, amit, a teg amit pénteken tanultunk, hogy mi történik akkor, hogyha a, a valamelyik áldozati vér uh, a szolgálat közben ki kiömlik, és uh, és uh, akkor egy új állatot kell levágni, hogy folytassuk uh, a szolgálatot uh, ott, ahol félbe maradt. ezzel már foglalkoztunk hosszabban, most visszatérünk erre a témára. Tanára banan, lekhilla mechápere szakai, de ezzel lefanáj belifni, olyan mai edzel, hé, hamis mert maj, mellámöcsük ulan kapara, kapara bifni acman. Ugye a brájt, amit az előbb idéztünk, az, ha, ezt a három helyszínt, a, a szentek szentjét, a csarnokot és az oltárt, azt külön egységnek vette. Ugye, mert a mondat úgy hangzott, hogy és szerezzen engesztelést a szentek szentjére, a, a, a találkozás szá, sátrára és az oltára. Ugye, mit tanít bennünket ez, a, ez a, az, hogy ez, hár, ez, a három hely külön-külön van említve, hogy mindegyik egy külön egység, mert lámet kulanka, para, bifni arra tanít ez bennünket, hogy mindegyik önállóan egy külön egysége az engesztelés szerz, szerzésének, mi kánamrú, nasszám, mikcesz, ma tanítsa bifnim, nispáhadam, javidam, áhevi átszkobet, film a Innen tudjuk azt, hogy ha valamelyik állomás feladat végzése, szolgálat végzése közben kiomlik a vér, akkor egy új vért kell hozni, új, újra, újra kell áldozni, és annak a szolgálat szolgálathelynek az elejéről, sorrendjének az elejéről kell kezdeni. Tehát, ha a Szentek Szentjében van az illető, és kiömlik a vér, akkor újra. Ki kell mennie, áldoznia kell, és a szentek szentjének a szolgálatának az elejéről, tehát a hintéseknek az elejéről kell kezdeni. Hogyha valaki a már kint van a csarnokban, és akkor a, a szolgálat közben kiömlik a vér, akkor új állatot kell levágni, annak fel kell fogni a vérét, és a csarnok szolgálatának az elejéről kell kezdenie. Ez az első vélemény. De mi az, mert nem mondja, én nem más kellene makrén, se passzák. De mi az, és Simon viszont azt mondják, hogy onnan kell folytatnia, ahol félbehagyta. Tehát nem kell visszamennie a, annak a rendnek és annak a e, helynek az elejére, hanem onnan kell folytatnia, ahol abba hagyta, e, amikor kiömlött a vér. Gomár eszem a tanács, semmi fném, nispáha, domja, vidám, áhri, áskamet, kelevatlan, a helyéha. Mi van akkor, hogyha két szolgált hely között ki a vér, mondjuk befejezte már, pont befejezte a Szentek Szentjében e, a különböző hintéseket, és ment, és ment át a csarnokba, amikor kiömlött a vér, akkor a csarnokból kezdje újra. Nos, a mix, azt hogy a a Bejikon a mint én mászkám, magam sem passzák. Mi van akkor, hogyha a csarnokban csinálja a szolgáltatást, és a, a szolgált közben kiömlik a vér? akkor a csarnok beli szolgálatok elejére kell visszamennie, miután levágja az új áldozati állatot, és annak felfogja a vérét. Ez a tanakám a véleménye, de Simon és Rebbe Lazar véleménye az az, hogy folytathatja onnan, ahol félbe maradt a szolgálat közben. Gomár ma tanősebe helyhál, ve nispachat domi, javidám, áhev, jászke, vett hirde, vett tanősebe műzbeják. Gomár ez ma tanősebe helyhál, nispachat domi, javidám, áhev, folytatjuk a leírást, mivel akkor, hogyha befejezte a függönyre, a csarnokban a függönyre való hintést, és menne tovább az oltára, de kiömlik a vér, akkor új áldozatot kell hoznia, és az oltárral folytassa. Mi van akkor, ha az oltár kenegetése közben ömlik ki a vér, akkor új áldozatot kell hoznia, és az oltárnak a kenegetését kell előről kezdenie. Ezt annakám a véleménye, ebből az simon pedig értem, szemben azt mondják, hogy nem, hanem ott kell folytatnia, ahol félbe maradt. Gamár, Mátönöse, is Beák van, Isbáha Mi van akkor, hogyha már az aranyoltárnak a kenegetését is befejezte, és menne ki? Ugye mi a következő dolog, hogy ki kell mennie a, a, a csarnokból, és a kinti a, a nagyoltárnak a talpazatára kell öntenie a maradékvért. Hogyha visszamlékeztek, azt mondtuk, hogy ugye itt vita is volt, hogy a nyugati talpazatára, vagy a délnyugati talpazatára, de mindenképpen a talpazatára kell önteni a vért. Kérdés az, hogy a vér kiöntése az is egy szolgálatnak számít-e? Ha szolgálatnak számít, akkor itt is meg le kéne vágni egy, egy új állatot azért, hogy legyen minek a vérét a, a talpazatra önteni. De azt mondja, talmut nem, abban mindenki egyetért, hogy a, 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 ez a maradék vér kiöntés, ez nem egy olyan része, elemi része a, a az áldozásnak, ami érvénytelenné tenni, hogyha elmarad. És ezért itt már nem kell nem kell új áldozatot hozni, és nem kell erről kezdeni. Oké, tehát akkor gyorsan összefoglalva, hogy mit is mondott itt a, a, a Brájta, tehát a, a megállapítás az az, hogy egyrészt, hogyha kiömlik a vér valahol, akkor egy új áldozatot kell hozni, ebben mindenki egyetért, és folytatni kell az új áldozatnak a vérével a szolgálatot, Honnan kell folytatni? Tána szerint mindig az adott állomás elejére kell visszamenni. Tehát, hogyha állomás közben volt a probléma, akkor annak az állomásnak az elejére kell visszamenni. Ilyen állomás először a szentek szentje, utána a csarnokban a függöny, és utána az aranyoltár. E, de Simon és e, de Lazar pedig azt mondják, hogy nem, mindig onnan kell folytatni, ahol abba hagyta, ahol abba maradt, tehát hogyha éppen egy szolgált közben van, és már háromszor mondjuk hintet, akkor a, azt követő e, negyedikkel folytatja, és nem kell visszamennie arra, amit már egyszer megcsinált. E, és még egy dolog, amiben viszont mindannyian egyetértek, hogy amikor mind a három állomás befejeződött, és menne ki a e, Szenté udvarára, a, az oltár talpazatára kiönteni a vért, akkor az már nem egy elemi része a szolgálattételnek, és ezért, hogyha kiömlött a vér, akkor nem kell, egy új állatot hoznia, hogy legyen mit a talpozatra kivöntenie. Oké. Okay. Most a mi azt az fogja megmagyarázni, hogy a két álláspont jelesül, hogy vissza kell -e menni az adott helynek, az adott állomás helynek az elejére, vagy lehet folytatni onnan, vagy kell folytatni onnan, ahol abba hagytuk. Ez a két vélemény mire alapozza a saját érvelését. Amara mi jöjjön, és néha mikroekoddorsum, mind a ketten, tehát mind a Tanakáma, mind a Mishnah vagy a Brájta első véleménye, mind pedig Rablaza és a Simon ugyanazt a Tórai mondatot értelmezték. Mit mondott a Tóra Mózes második könyvek 30-as fejezetének 10-es mondatában? Hiper árain al-Karnais, sannom, idam Azt mondja a Tóra, és Áron szerezzen engesztelést a oltár sarkaira, a Jomkipuri bűnáldozat véréből egyszer egy évben Milyennek mi a jelentősége, hogy egyszer miért szavár hatos, áhász, a mártéle havelő és téhatóz? De miért szerint, aki a tanakáma, aki a misnák az első véleménye, az egyszer egy évben az arra teszi a hangsúlyt, hogy egy áldozatról. Tehát, hogy nem lehet egy olyan helyzet, amikor egy adott szolgálatot kétszer is megcsinálunk, mert ugye a... Um, nem, bocsánat, rosszul mondtam. Tehát Rabbi miért azt mondja, hogy mindig vissza kell menni az adott állomás elejére? ami azt jel, Miért mondja ezt? Mert azt mondja, hogy egy áldozat, egy áldozattal kell végigcsinálni az engesztelés. Nem lehet olyan, hogy egy szolgálatot két áldozattal csinálsz. És ezért, mivel minden, Egység a háromból, az egy különálló egység. Azt a különálló egységet mindenképp egy áldozatnak a vérével kell végigcsinálni. Ez a mérvéneménye És ezért mondja azt, hogy ha kiömlött közben a, a, a szolgálathoz szükséges vér, akkor az új vérrel előről kell kezdeni a szolgálatot, mert minden szolgálatot egy kecskének a vérével kell csinálni. Vagy egy áldozatnak a vérével, nem feltétlenül a kecskének a vérével. Ebből az a lepsimensz szávrí, hitúi, elhad a Márti lecha, is négy hitúin. Ebből az a lepsimensz pedig azt mondják, hogy ez az egy, ez nem az áldozatra vonatkozik, és nem azt akarom mondani a Tóra, hogy minden áldomá, minden szolgálat helyen egy áldozatnak a véréből kell végcsinálni a teljes szolgálatot, és ezért, ha útközben kiömlött, akkor az elejére kell menni. Nem, nem, nem ezt jelenti. Pont fordítva azt jelenti, hogy minden állomás helyen és minden szolgálatot egyszer kell csinálni. És ezért, hogyha félbe maradt, akkor onnan kell folytatni, hogy félbe maradt, és nem szabad visszamenni az elejére, mert ha visszamennék az elejére, akkor lenne olyan része a szolgálatnak, amit kétszer csináltam. Tehát tulajdonképpen mind a ketten, mind a két álláspont, a Tana az azaz Rabbi Meir, és ugyanígy Rabbi Lazar és Rabbi Simon, ugyanazt a szót, ugyanazt a idézetet értelmezik. Ez az idézet ez az, az, hogy egyszer az évben, az a kérdés, hogy ez az egyszer, ez mire vonatkozik? Egy kecske, vagy egy áldozat, amivel végig kell csinálni az egészet. Tehát, hogyha kilölt a vér, akkor újra kell kezdeni, hogy egyen legyen készítve az egész, vagy pedig egyszer a helyen. Tehát nem lehetséges egy olyan helyzet, hogy egy um, szolgálatot kétszer is végig Oké, Tanya, a már rebi, rebi, nihilék, rebi, jáké, belugin. Okay. ezzel tisztáztuk a Jomkipuri szolgálatnak a menetét és az előírásait. Van azonban egy nagyon hasonló, ö, ö, nagyon hasonló ö, szolgálat, nem kevésbé misztikus szolgálat, ami a szorá a leprásnak a megtisztulásával kapcsolatos. Ugye a leprásnak ugye az a törvénye, hogyha valaki leprássá válik, akkor jön a kohén, megvizsgálja, és ha valóban a metzorának a e, betegsége az, ami sújtja, tehát e, ugye megjelentek rajta ezek a sebek, amelyekről a bölcsőnek azt mondják, hogy ezek van, ez egy ilyen különleges mentális betegség, mentális forrású betegség, ami azért jön ki az emberre, mert e, pletykált, vagy rosszabb beszélt másokról, akkor kiküldik a városon kívülre, amíg el nem múlik a betegség, utána visszajön, és akkor van egy speciális e, eljárás, amivel e, ugye megtisztul, és a legvégén a megtisztulásának eljön a szentébe, amikor még e, egy, egy környi, kör megtisztulást végez, azért, hogy e, a szent, ne csak egyszer megtisztuljon, hanem a szentébe is utána e, bejöhessen, és áldozatot is hozhasson. És ennek a menetrendje az az, hogy levágják a e, áldozati madarat, és annak a véréből fölkennek először a, a a fülcimpájára, a jobb, tenyeré, jobb, tenyerére, pontosabban erre, erre a pontra, azt nem tudom, hogy erre mi a kifejezés magyarul, hogy ezt erre van-e valamilyen magyar kifejezés, és a jobb talpára. Utána bemennek a szentek szentjébe, vagy a szentek szentjébe, a csarnokba, és ott is felhintenek a, a függönyre egy plusz hétszer, aztán megint kijönnek, és megint föl a... Ja, hát ez a, az áldozatnak a vére. Utána van egy log, lognyi olaj, és ebből az olajból bemennek a, a szentélybe, a csarnokba, és ott fölhintenek a, 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 a hétszer a, frics, a, 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 a szentek szentjét a csarnoktól elválasztó függönyre, é, hétszer, aztán kijönnek, akkor az olajból is fölkennek a fülcimpájára, a tenyerére és a talpára, és ha marad még az olajból, akkor a fejére öntik a maradék olajat. Oké. Okay. Most itt is ugye fölmerül az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha e, kiömlik az olaj útközben. Ugye több feladatot is el kell látni az olajjal. Mi van akkor, hogyha kiömlik e, az olaj? És mit mond Rebi? Hilleik Rebi Jákob Szerintem Rabbi Ják azt mondta Rebi, nekem Rebi Jákob azt tanította, hogy a mert szórának az olaja az más, mint a szentek, szent, mint a jomkipúrnak az áldzati vére, és mint, a, mint a, a, az áldzati vér, jomkipúri áldzati vér. Miért? Mert míg az áldzati vér esetén, ami simon, azon az állásponton vannak, hogy ott kell folytatni, ahol abba hagyta, hogyha kiömlött,

szolgálat közben, akkor a tánakáma azon a véleményem van, hogy kezdje előről az új olajjal, kezdje előről az új olajjal, de nem lazaresebb simán pedig azt mondják, hogy az új olajjal ott folytatja, ahol abba hagyta az előző olajjal. És így a Brájta végigveszi az összes fázist, és mindegyiknél ez jön vissza. Tehát akkor nincs igaz a Rebinek, hogy Rebi Jákob szerint az olaj esetén nem vitatkozik Rabbi az Simon, hogy, és Rabbi Simon, hogy e, vissza kell menni az adott szolgált elejére, ugyanis e, ugyanígy mondják, hogy vissza kell menni az adott szolgált elejére. Azt mondja, a Talmud, én ma e, lissan a Rabbi Azt mondja, a jó, jogos, akkor lehet, hogy nem is így mondta a Rabbi, nem azt mondta, hogy különbséget tett Rabbi Jákov a, 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 a olajjal kapcsolatban, hogy a, a, magyarul, hogy a Rabbi ott, ott, nem vitatkozik e, Rabbi Meirel, hanem pont fordítva, e, éppen hogy azt mondta, hogy a, az olajnál is ugyanúgy vitatkozik Rabbi Lazar Simon, Reb mint a jomkipuri Kipuri Oké, okay. e, most akkor, ha már itt tartunk, akkor megnézzük egy kicsit jobban, e, hogy ezt, a, ezt az egész e, olaj kenegetését a, 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 a szórának, a leprásnak. Ugye azt mondtuk, hogy a végén ennek a, ennek a ö, misztikus eljárásnak, miután egyszer fölkeni az álzati vért a cimpájára, a tenyerére és a lábára, utána fölkeni az olajat, ö, utána elmegy hinteni az olajat, utána vissza és újra fölkeni az olajat, ennek a legvégén azt mondtuk, ugye, hogyha a Tóra azt mondja, hogyha van még elég olaj, akkor azt a fejre önti a mecórának. Amár már, már tonna is és én meákvisz. Azt mondta, azt tanultuk egy rájtában, hogy ez az utolsó fázisa a tisztulásának, az, hogy a fejére öntik a majadék olajat. olajat, ez nem elemi része a szolgálatnak. Tehát, hogyha, hogyha kiömlik mondjuk az olaj, akkor itt ugyanúgy például, hogy a gyomkipuri maradékvér kiöntése a talpazatra, az nem elemi része az áldozásnak, ugyanígy ez az olaj sem elemi része a ö, szolgálatnak, tehát hogyha ez kiömlik miatt, amit szórának a fejére öntenék, akkor nem kell új olajat hozni. My time, a ilé, ma semen, inha, nám ide azt mondja, Talmud, esetleg onnan tudjuk ezt, hogy Mózes harmadik könyvének 14-es fejezetének 18-as mondata azt mondja, hogy a maradék az olajból, ami benne marad a kohén tenyerében, azt öntsék a fejére, a megtisztuló szórának. és azt a kifejezést használja, hogy a maradék, akkor a maradék az esetleg arra enged következtetni, hogy ez nem egy elemi része az egész szolgálatnak, tehát, hogyha nem maradt, akkor nem kell úgy csinálni, hogy maradjon. Ha viszont ez így lenne, és ezt, ezt így magyaráznánk és a maradék szó az arra engedne utalni, hogy hogy ez nem elemi része a szolgálatnak, akkor ugyanez lenne a helyzet a minha liszt áldozat maradékával is, amit a kohaniták megesznek, miután a lisztből egy maroknyit feláldoznak az oltára. De ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Hogy ott, ott hogyha nem marad a liszből, akkor kell, hogy maradjon a liszből. E, tehát a maradék szó az nem elég e, utalás arra, hogy ez nem feltétlenül elementáris része az adott szolgáltnak. Azt mondja a Talmud, sajnálja, haszam, de szívú, mi ve ehm. Azt mondja a Tóra, azt mondja a Talmud, hogy a szóra az mégis más, a leprás esete az mégis más mert nem egyszerűen azt mondja, hogy maradék egyszer, hanem két kifejezést is használ a maradékra, és innen tudjuk, mi jeszer, veha, noisza, két kifejezést használ, és innen tudjuk, hogy ez tényleg csak a maradék, a maradék maradéka, és ezért, hogyha nem marad belőle, akkor ez nem feltétlenül része a, a szükséges része a szolgáltnak, ezt nem kell pótolni. Akkor visszatérve az, a vitára, rabbi Lezer és rabbi Simon, valamint rabbi között, ami ugye arról szólt, hogy vissza kellene menni az adott szolgálat elejére, amikor újra kezdem, vagy kell onnan folytatni, ahol abba hagytam, még egy különbséget fog um, rabbi Jaichanan említeni. Ami rabbi Jaichanan sem sachta sülőr isma, is ma, machle, kösz rabbi Meir, illetve az Rabbi Simon, rabbi Meir, de amer jobbi, áchevi, ászi híl, ha Javi Ácher, vagy okay. is Ule Dászra, Ule Rebis, Lazav Reb Simon, és Aimni, se, a Paszak, és ha ha Oké, ugye a, a leprásnak a, a, megtisztulásának a részeként e, ugye több áldozatot is kell, hogy hozzon, és az egyik ilyen áldozat az az ásám bűnáldozata. Mi történik akkor, hogyha a Ugye, hogy mi történik ezzel az Ennek a, ez magát az áldatot azt az oltáron, az oltárra e, viszik, ugyanúgy, mint minden áldozatot, tehát a véréből fölhint, fölkennek az oltárra, és bizonyos részeit feláldozzák az oltár tüzén. De ugye ennek a véréből, ahogy az előbb is említettem, kennek a mecora a leprásnak a talpára, a kezére és a fülcimpájára. Mi van akkor, hogyha ez az áldozat, amit hoznak, ezzel valami félreértés volt, és nem arra a célra gondolt a kohén, amikor az áldozatot felajánlotta, amire hivatott volt ez az áldozat, hanem téves gondolat volt a fejében. Ha emlékeztek, akkor ugye egy ilyen téves gondolatú áldozásnál, ha csak nem a hely meg az idő tévességéről beszélünk, tehát mondjuk a félreértés volt, hogy ez mit szolgál ez az áldozat. Az áldozat maga az SKOSE, és fel kell ajánlani az oltára, de nem szere, de a célját azzal a konkrét áldozattal nem érjük el. Tehát adott esetben egy újat kell hoznia a, a, az illetőnek, aki felajánlotta. Most a mi esetünkben, amikor az ásam áldozatról van szó, az áldozat alkalmas volt, tehát ö, maga ö, ö, az oltára fölkerült, de nem lehet fölkenni a, a vérét a szóra a kezére, lábára és fülcimpájára, mert nem a jó céllal, a helyes céllal került feláldozásra. Most, ö, akkor ha ez így van, akkor az, hogy most mi a következő lépés. A szerint az előző vitát ami ugye arról szólt, hogy, hogy előről kell -e kezdeni a szolgálatot, vagy onnan kell folytatni, ahol félbehagytuk, azt erre is rá lehet húzni, és eh, lehet azt mondani, hogy Rabbi Meir szerint eh, hozzon egy új áldozatot, és az egészet csinálja meg újra, és eh, akkor már a föl lehet kenni a kezére és a lábára, a, meg fülére, a szólának is az új áldozat vérét. Ez a rabi miért Ugye, Rabi miért mit mond? Az, hogyha nem fejeztél be egy szolgálatot annak rendjes módja szerint, akkor az egész, amit eddig csináltál az érvénytelen, tehát hozol egy újat és újra kezded az egészet. De mi sima viszont mit mondtak, hogy onnan folytatod a lalbajtad? Ugye a mi esetünkben nem tudod folytatni onnan a mert azt mondod, hogy az előző része érvényes, tehát az az, az álzat az jó, akkor nem hozhatsz egy új áldozatot csak azért, hogy a fülére, meg a, a lábára, meg a kezére újra kend az álzati vért. és ezért a Simon szerint, legalábbis a Bjöjhanan értelmezésében nincs feloldozás egy ilyen esetben, amit szórának. Nincs, ez egy sakmat, ez egy, ez egy ördögi kör, nem, nem nincs kitörés ebből, és ezért ő soha nem jöhet már be a szentélybe, és nem tudja ezt a végső megtisztulást megszerezni. Máski félre fizelve, ha a szív. A nem tetszik ez az értelmezés. Miért? Mert szerinte é, nem lehetséges, hogy a mély azon az állásponton legyen, hogy hozhat egy új áldozatot, és annak a vérét fölkelheti annak a vérét, ugye azt megcsinálja úgy, hogy kell, és utána fölkenheti a, a lábára, a kezére, a a szórának. Mert a Tóra, amikor Mózes harmadik könyvek 14-es fejezetében, amikor erről szól, akkor kihangsúlyozza, hogy és vegye a kohén a bárányt, amelyet hozott, bűnázatgyanánt, és, és lengesse meg azt, Ugye? Az azt kifejezés az, az, arra mutat, hogy csak azt, és semmi mást. Tehát nem lehet egy új áldozatot hozni. Azt mondja, Talmud, Kásja, tényleg ez egy jó kérdés. De ettől függetlenül van egy brájta, ami Rabbi Jöjjönön álláspontját tűnik alátámasztani. Tányák a vaszad Rabbi Jöjjönön, az sem egyszerű, hogy Sachta és Lajn Ismaj és Lajn Asszám, amely legábbé behajna, és Hárézé Öjle, legábbé Mizbejárvetón, Nesszachim, egyszerű, hogy az sem van egy Bright, ami konkrétan pontosan erről az esetről szól, arról szól, hogy van egy Metzora, aki hozott egy áldozatot, de ezt az áldozatot valahogy rosszul, ö, ö, rossz célnal hozták, vagy nem hoztak a vérét, vagy a vérét nem kenték föl időben a Metzorának a, a kezére, lábára, a fülére, akkor Czarik, akkor kell hozni egy másikat. Azért ahhoz, hogy engesztelés szerezzünk amit szórának. Egyértelmű, ahogy Rabbi Jöjjön mondta, Rabbi Mér véleménye szerint, kell hozni egy újat, és azzal az újjal kell rendbe rakni az, amit azt, amit az előzővel nem oldottunk meg. akkor ebből kiderül, hogy Rabbi Jöjjön mégis csak igaza volt, hogy Rabbi Mér, aki a Jomkipuri e, szolgálatnál azt mondja, hogy ha félbe maradt egy szolgálat, akkor azt újra kell és lehet és kell e, kezdeni, az elejétől az itt is azt mondaná, hogy újra kell, lehet és, kell és lehet kezdeni. Az egészet lehet hozni egy új áldozatot, és a, annak a, 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 vérével lehet ezeket a kenegetéseket megcsinálni. Frizda mellak, majd szarik, szarik, Mit mond a Frizda? Frizda egy nagyon eredeti nyelvi, nyelvészi megközelítéssel jön, és azt mondja, hogy igen, a Braháta ugyan azt mondja, hogy kell hozni egy újat, egy új áldozatot, ahhoz, hogy rendbe tegyük, de ez nem azt jelenti, hogy lehet. A kell és a lehet az nem ugyanaz. Kellene, de nem lehet. És szerinte ezért ez nem ellentmondásos azzal, amit ő mondott. Kellene hozni egy új áldozatot, de nem lehet hozni egy új áldozatot, mert e, e, ugye már az előző áldozat az félig meddig érvényes lett. Tehát, és nem lehet egy, egy már érvényes áldozatot újra megismételni, és ezért nem lehet. Az, hogy a Bright azt mondja, hogy kell, az nem azt jelenti, hogy lehet is. Tanita, tanit szarék, vagy én itt a kanna, Ott már tov, nem szerintem, ott már tov, az mondta például. Mert szóján. Tanita, tanit szarék, vagy itt a kanna. Azt mondja a, Talmud tényleg, amikor bárhol az szerepel, hogy kell, az elképzelhető, hogy azt jelenti, hogy kell, de nem lehet. In, a tányan az, hogy ma ira, a bény sámai, mint szari havar, a sztár, a bény szíle, a imdi, mint szari havar, a sztár, a a és a Mondok neked egy példát, egy másik példát, ahol a, a Talmud úgy fogalmaz, hogy kell, de a kell nem azt jelenti, hogy lehet. Kellene, de sajnos lehetetlen miről van szó? A Nazirnak, a Aszkétának a, a, a... a... befejező aktusáról. Ugye, arról van szó, hogy valaki magára veszi, hogy Azkéta lesz, Nazir, megnöveszti a haját, nem fog borotválkozni, nem fog hajat vágni, nem fog bort inni, nem fog halottal érintkezni, stb. 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 Amikor vége van ennek az, az két a két időszaknak, akkor eljön a szentébe, e, teljes testét le kell borotválnia, e, alá kell merülni a mikvében, hoznia kell áldozatot. Mi van akkor, hogyha a teljes test leborotválása nem lehetséges, mert az illető teljesen szörtelem, vagy a feje teljesen kopasz. Mit kell ilyenkor csinálni? Még Sávály azt mondja, hogy mégis a, a, a a borotvával végig kell menni a kopasz fején. De Bészél azt mondja, hogy nem kell végig a kopaszok a kopaszok, nincs mit eh, akkor nincs mit, eh, nincs mit ezen eh, borotválni. És mit mondott Rabbi Prász? Mi, mi, és mit mondott Rabbi vina? Rabbi vina azt mondta, hogy amikor egy sávály azt mondta, hogy végig kell menni a fején egy borotvával, akkor ezt úgy értette, hogy nem úgy értette, hogy a kopasz fején kell végig menni, Végig kéne menni, de nem lehet, mert nincs rajta haj, ezért az egész az sajnos nem megoldható. Akkor nincs, nincs, nincs feloldozás. Ugyanígy, ahol, ahogy mi is értelmeztük, ahogy a Frizda is értelmezte az előző rájt, hogy ott, amikor az van valami írva, hogy kell, az nem azt jelenti, hogy lehet. Kell, csak sajnos lehetetlen. Upligabadrabbib dasz, damarabbib dasz, és semmilyen, rebel az aramrun, damar echod, és semmilyen, ha da amran.

azon, amikor azt mondja, hogy a kopasz fején végig kell húzni a borotvát, akkor azt úgy érti, hogy végig kell húzni a borotvát a kopasz fején, és nem úgy érti, hogy ha lenne haja, akkor végig kéne húzni, de most már nincs haja, ezért sajnos végig kéne húzni, de nem lehet, hanem igenis végig kell húzni a kopasz fején a borotvát, ugyanúgy, mint amikor arról az esetről volt szó, hogyha a metszórának, a, ugye le, a, 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 leprásnak, amikor megtisztul, akkor be kell kenni a fülcimpáját, a kezét és a lábát, ha nincsen keze vagy lába, vagy fülcimpája, akkor mit kell csinálni? És akkor ezzel kapcsolatban, vagy Lazar azt mondja, az egyik fejemben az, hogy nincs, bocsánat, az egyik fejemben az, hogy erre akkor nincs megoldás. A másik fejemben az, hogy, hogy Lazar azt mondja, hogy a helyére kell kenegetni. A, a, ahol, a, a, ahol a helye lenne a kezének, vagy a lábának, a fülcimpájának, oda kell kenegetni. Rabbi Simon azt mondja, hogy lehet a bal kezére kenegetni. De minden mit látunk ebből? hogy Bécsa igenis azon az állásponton van, hogy a kopasz fején kell végighúzni. Most itt látom, hogy itt Larissa és Kata kérdezik, hogy akkor a nazir, aki kopasz, az nem lehet nazir. Most itt pont ez az semmiképp nem jelenti, hogy nem lehet nazír. A kérdés az, hogy feloldozást nyerhet-e a nazírságból. És az előbbi értelmezés szerint, a rabia, Vina értelmezése szerint, mivel a Bécsa ugyanaz ugyanazt mondja, hogy végig kell húzni a kopasz fején, de ez nem azt jelenti, hogy végig kell húzni a kopasz fején, hanem azt jelenti, hogy végig kéne húzni a fején, ha nem lenne kopasz, akkor a vina szerint nincs feloldozása nazírságból. Az összes többi vélemény szerint pedig van feloldozása nazírságból, eleve különben Bétsamáj véleményéről beszélünk csak, de minden van van feloldozása nazírságból Bétsamáj szerint is, mert úgy kell ezt érteni, hogy bár nincs haja, és ezért az eredeti rendeltetését ez a borotva ez nem tudja elnyerni, ettől függetlenül úgy kell csinálni, mint ha lenne haja, ugyanúgy, hogy úgy kell csinálni, amikor valakinek nincs keze, mint hogyha lenne keze, és a kezének a helyére kell eh, kenni az olajat. Oké, okay, akkor ha már itt tartunk, hogy hova kell kenni az olajat, meg a vért, a szórának, hogyha nincs keze, vagy nincs lába, vagy nincs fülcimpája, akkor most itt ezzel kapcsolatban még egy pár percig foglalkozunk a mezzora, eh, füle. Keze és lába kenegetésével. Tondra bannabella, aká mit áma, osam, leim krita, almadla, jömár, ven noszan, manesine beátszmésül, kölyjén, afle kika beátszmésül, kölyjén. Azt mondja, a talmud hogyan kell a vért felfogni, amit fel fog kenni, az asam máldozat vérét, amit fel fog kenni amit szóra, ö, ö, fülére, kezére vagy lábára. Azt mondja rajta, hogy mivel? A Tóra úgy fogalmaz, hogy és vegyen a kohén az ásám véréből, és tegye a kohén azt a megtisztuló fülére, kezére és lábára, akkor ugyanúgy, ahogy a, a, a felkenés az szabad kézzel történik, ugyanígy a vér felvétele is szabad kézzel történik. Ugye általában az áldati vért azt egy kehelybe ö, fogják föl. Ebben az esetben a szabad kezével kell ö, felfogni a vért

Akkor, hogyha azt látjuk, hogy a fülére, kezére és lábára való e, kenés az olyan vérből kell, hogy történjen, amit szabad kézzel fogad fel a koin, akkor esetleg ugyanígy szabad kézzel kell fölfogni azt a vért, amit majd fölhint az oltára? Azt mondja erre a, a Talmud, nem. E, mivel a Tóra úgy fogalmaz, ki kell hátoszolson, hogy ugyanolyan ez a bűnálzat, mint minden más bűnálzat, ugyanígy, mint minden más bűnálzatnál, egy kehelybe kell fölfogni a vért, itt is egy kehelybe kell fölfogni a vért. Magyarul... E, minden euh, euh, uh, ilyen asán áldozat, amit a metzorának hoznak, két kohént igényel. Egyrészt egy kohént, aki felfogja a vérét egy kehelybe, amit fel fog kenni az oltára, másrészt pedig egy kohén, aki a szabad kezével felfogja a vért, és azt a euh, fülcimpájára, stb. kenni a metzorának. Kedves barátaim, idáig tartott a ma reggeli tanulásunk, ami igazából még a tegnap esti. Ma délután, kora délután folytatjuk. Szerintem ilyen fél öt környékén. Addig is kívánok mindenkinek egy szép vasárnapi napot, és itt az alkalom, hogy megemlítsük, hogy ma van a Lubavicsi Rebének a 27. jorcátja, 27 évvel ezelőtt, 1994-ben, hunyt el a reve, de bár fizikailag eltávozott, lélekben, tanításaiban, spiritualitásában továbbra is érezzük az ő szellemi jelenlétét, úgyhogy a mai napot igyekszünk ennek a szellemében megélni. Ma este hatkor lesz egy fábréngen összejövetel az új budai zsinagógában, aki el tud jönni, az mindenképp tartson velünk. Addig is kívánok mindenkinek további szép vasárnapi napot.